nem csak az a tétje, hogy Európa merre fordul május 26-át követően. Európával vagy Európa nélkül, ez lesz a párbeszéd szerint a május végi EP választások legnagyobb kérdése. Jávor Benedek brüsszeli képviselő Győrben arról beszélt, miközben a Fidesz távolodik az Uniótól és az Európai Néppárttól is, addig a baloldal maradna az EU-ban. Az Európai Uniót tovább kell építeni, az európai integrációt meg kell erősíteni olyan területeken, ahol közösen sokkal hatékonyabban tudunk fellépni. A külpolitika, a védelempolitika, a energiapolitika, politika, környezetpolitika területén a jelenleginél is erősebb együttműködésre van szükség. Egész egyszerűen nem vagyunk képesek hatékonyan megvédeni az európai és ezenből a magyar érdekeket, hogyha nem erősítjük meg ezeket az európai együttműködéseket, és nem közösen vagyunk képesek hatékony válaszokat adni. A párbeszéd az MSZP-vel közösen sikeresen szerepelne az EP választáson, ami véleményük szerint legalább 3, de inkább 4 mandátumot jelentene számukra. Jávor Benedek kiemelte, nekik az a fontos, hogy a Fidesz veszítsen brüsszeli befolyásából. Nyilvánvalóan azt szeretnénk, hogy lehető legjobban szerepeljen az MSZP párbeszéd szövetség, az egyetlen közös ellenzéki lista a választáson. Én is azt gondolom, hogy legalább 3, de lehetőség szerint ennél is több mandátumot szeretnénk szerezni. És az is nagyon fontos, hogy az ellenzék egészének a közös célja az nem lehet az, hogy pusztán egymás közt szeleteljük újra a tortát, úgymond, tehát egymástól vonjuk el a szavazókat, hanem a közös cél az valóban az, hogy fordítsunk az ország sorsán, megállítsuk a Fidesz politikai térnyerését, és az európai parlamenti választáson vegyünk el mandátumokat a Fidesztől. A párbeszéd tájékoztatóján is elhangzott, a baloldal azt szeretné, ha minél többen elmennének majd május 26-án választani, és kinyilvánítanák, hogy Magyarországnak benn kell maradnia az Unióban, és nem például Oroszország felé kéne közelednie.